Levél, ez egy levél, ez egy levél, ez egy levél, ez egy levél. A borítékja kékes, a bélyeget 19 forintért vettem. Ez egy levél, a keltezés, 994 az égszám. Na akkor jó, ez egy levél, legyen levél. A keltezés, legyen a színhely, legyen a díszlet. Tamás, úgy tűnik, mintha nagyon feszültség lenne benned, mintha lámpalázas lennél. 15 éve is úgy emlékszem, mintha hasonlóképpen lámpalázas lettél volna. Te is így látod, vagy téged mi? Hát ez így van már 30 éve. Én ezt nem tudom, ez nem is tudom, hogy lámpaláza, ez valószínűleg a készülésnek egy módja. Már aznap, sőt már előtte való nap az ember, az agyam is én, de a múltkor Jancsival beszéltünk, ő is ugyanígy, a szervezet elkezd ráállni arra, az ember szervezete, vagy az idegrendszere, hogy valami fontos lesz. Ez azt hiszem olyan, mint a sportolóknál, hogy az igazi versenyszám előtt mindenki zárkózott, vagy nyugodt, vagy googolásokat végez, az én kezem remeg. Igen, remeg a kezed, azt mondtad, hogy valami fontos lesz. Ennyi év után is fontos egy fellépés, mint például ez a mostani fehérvári, a Szabad Művelődés Házában? Igen, igen, mindegyik fontos volt életemben. Egy se volt, amit félváról vehettem volna, szóval én szeretem ezt a műfajt, amit csinálok, tisztelen, és egyiket sem dobhatom arrébb, szóval nem vehetem félváról. Ez van bennem. Eszembe se jut soha, hogy valamelyik előadás kisebb rangú, vagy magasabb rangú. Persze vannak helyzetek, mit tudom én, hogy a premiéren, akkor premiér előtt az ember még jobban izgul, hát annak is megvan az oka, az a premiér miatt van. De nincs közömbös előadás, és ezt a várost is szeretem, mint még egy jó párat, de azt hiszem nem, olyan helyen nem jártam, ahol nem kellett volna komolyan vennem a dolgot. Kicsit szólnál a mai műsorodról? Másik Jancsival írtuk 1975-ben a Levélnővéremneket, és abból lett a legelső lemezünk. Most is másik Jancsival éneklek együtt, csak ő most nem zongorával, hanem úgynevezett bandoneonnal játszik, és tulajdonképpen nem ugyanaz, mint a régi, nem is lehet ugyanaz. A régi Bakelit lemezre 12 szám fért rá, most pedig azokat a dalokat is belevettük, amit akkor tájt írtunk 75-76-ban. És az együttjáték az mindig egy különös ízt ad az egésznek, hogy egy kicsit mások a hangszerek, az is. Tehát semmi sem ugyanaz, mi sem vagyunk ugyanazok, de azért a múltkor mosolyogtunk rajta, hogy azért elég ritka, hogy 30 év múlva a két ember ugyanúgy áll a színpadon, miközben mi 10-15 évre el is váltunk. Úgy értem, hogy ő más csinált, én is más csináltam. Minden olyan jó benne. A szerencsések a Bárkában hallhatják mostanában a régi műsorokat, a kevéssé szerencsések a Duna TV-ben. Szólnál erről a sorozatról? Ezt én határoztam el, vagy meg Géza, hogy miután most a Géza Széchenyi filmet csinálja, és úgymond kivonja a forgalomból a Gézát, ez a film és ez a munka, és én meg régen vágytam arra, hogy úgymond egy számvetést csináljak a dalokból. Több mint 1100 dalt írtunk életünkben ez alatt a 30 év alatt. Szinte képtelenség, hogy ezek lemezre kerüljenek. Némelyik valójában nem is olyan értékes. De egy sorozatban, ahol időrendben eléneklem a 70-be írt, a 71-be, a 72-be írt dalokat. Tehát a 73-as dalokat tényleg 73-ban írtuk. Tehát nem vettem bele, és most is a 75-76-os hangzik el. Hogy miért nem megyek ezzel, annak pedig az az oka, hogy valószínűleg helyenként értetlenséget okozna, hogy miért ezeket énekli. Hát én pedig nem akarok. Ez egy ilyen számvetés, ami sajnos csak egy helyen lehet megcsinálni. Szóval én nem, a 72-est nem elpöttyentem Szombathelyen, a 75-öst meg, vagy a 77-est Debrecenben, mert így semmi értem. Ezt egy helyen kell megcsinálni, és úgy a Duna TV felveszi, mert ezzel, ha ez valamit értek ezek a dalok az időben, akkor itt talán megmaradnak, legalábbis azok, amiket fel tudok énekelni, mert még sok idő van hátra. Születnek-e még új Cseh Tamás Bereményi dalok? Tudjuk, most Bereményi Géza valóban a Hídembert rendezi, ráadásul számos konfliktus is van a
film körül nem csak feladat, szóval születnek-e még Cseh Tamás Bereményi dalok, vagy mással Cseh Tamás dalok? Nem, Gézával fogunk, kész is van félig egy, szinte teljesen kész van egy műsor, de hát most belépett a Hidember, mert a Gézát a konfliktusok nem túlzottan izgatják, őt a film izgatja, és ez így van rendjén. Nagy taps volt a műsor után, néhány perce ért véget a koncert, hogy Cseh Tamás egyszer azt mondta, érezni szokta, hogy megérdemelte a taps. Most itt Fehérváron megérdemelt volt? Most igen. Hála Istennek olyan este sikerült, ezt az égiek adják az embernek, hogy valami történik, valami jó, akkor mi is elkezdünk úgymond jók lenni, hogy képességeink birtokába kerülünk, és akkor azt átveszi, ebbe biztos vagyok, mert mi, János és én is elég egyszerű emberek vagyunk, mi nem szoktunk hajlongani, tehát nincsenek művi kihívások, hogy most tapsra játszunk, vagy valami, sőt, általában leütjük azokat a helyzeteket, ahol elég ügyetlenül, de ma érezni lehetett, hogy ami jár, az jár, hogy mi, ami szerencsénk volt, egy pár dal olyan szépen hangzott el, mint még eddig soha, és ha csak azok ér, már akkor is. És nem bókolok a fehérváriaknak, itt mindig egy érzékeny közönség van, én itt nagyon sokat énekeltem, én ezt tudom. Ja, hogy itt az ember nem számíthat, hogy félreértés van. Tehát ezt a műfajt például itt ismerik ebben a városban. Tehát itt félreértések nem nagyon szoktak lenni. És ma sem volt az, és ezért a taps sem volt félreértés. Valóban nem véletlen volt a taps. Minek tulajdonítod azt, hogy 18-20 éves kislányok és srácok is kértek tőled autogramot, megsimították a gitárot és beszélgettek veled, pedig fogalmuk nem lehet, hogy más Keltiné és más elvtársakról szóló dal miért is született? Ez a színházban is így van, és ez már így van 15 éve, hogy javarészt fiatal emberek, tehát a közönség fele a mi korosztályunk, a másik fele pedig 17-től 25-ig. Ez mindenütt így van. Valószínűleg a műfaj annyira, amit mondtam még a koncert előtt is, hogy ez egy műfaj, ami nagyon ősi, és nem, hogy mondjam, vagy komolyan veszed, vagy meghallgatod, vagy mit is mondjuk két zörgés közben, hogy talán az lehet, hogy ezek a szövegek nem követelik a sikert, vagy a dörgő éjjelzést, hanem néha kisgyerekek is végighallgatják, mert érdekesek a bácsik, és követhető az ének. Sok barátom van, akiknél a gyerekeknek ez a kedvence. Szóval ilyen dalok a kedvencek. Tehát és megmond... most a zene miért? Nem, azért, mert képileg követhető számukra. Én arra gondolok, hogy... Tehát amit mond, olyan, mint egy Grimm mese, hogy látszik a bácsi, ahogy megy az utcán, látszik a törpe, ahogy most találkozik a medvével, mert minden szó szerint egyszerű, megközelíthető, tehát hát lilának nem lila, mert nem a kék-kékről szól, meg a zöld szerelemről, nem rock, ami üvölt, és ez értést kíván, és a gyerekek szeretnek, és nem csak a gyerekek, a fiatalok szeretnek érteni, de hát ez csak az én tudálékosságom, de hát ez az én megfejtésem, azt gondolom, hogy azért lehet, hogy egész kisgyerekek is kedvelik, hát nem azt, amikor fordítunk nagyon hangosan, de és a fiatalságról pedig annyit, hogy az annak természete a kíváncsiság és az érdeklődés, legalábbis az érzékenyebb részének, és az teljes joggal kíváncsi lehet arra, hogy két ember, aki itt állt, másik János meg én, ezek nem szoktak hazudgálni, meg nem törnek bizére zúgó tapsokra, hanem az a cél, ezeknek esetleg lehet odafigyelni. Hát nem tudom, én ezt meg nem fejtem, ezt majd a szociológusok, vagy nem tudom kik. Milyen hete kaptál Kossuth díjat? Megszoktad már a gondolatod? Még van egy-két-három hónap, amíg ezt én megemésztem, mert ezt nem lehet. Mert ezt át lehet venni, ügyesen arra ügyeltem, hogy ne botoljak el, és anyám kedvéért férfiasan hajoljak meg. Talán még nyakkendőt is vettél? Igen, hát az természetes, hogy vettem. Nem szokásom, de természetesen ilyenkor. Én mindent elkövettem, hogy a díjhoz szólt, hogy föl tudjak öltözni, és az jó volt. De mire ezt én fölfogom, hogy ez
járt-e, nem járt, vagy hogy én tényleg ezt a talán a legmagasabb kitüntetést Magyarországon megkaphattam-e, ez tényleg kell még idő, hogy ezt magammal elrendezzem. Szerencsére a színpadon a magas kitüntetésem zavart, tehát ugyanúgy bohockodtál a szabadeszmonet, tréfálkoztatok Másik Jánossal együtt jókedvűen, mint egy nagyra nőtt kamasz, mert hát úgy őriz téged az én nemzedi. Azok is vagyunk, és hát azok is vagyunk, és még annyit akarok mondani, hogy mikor március 15-én átvettük a díjat, akkor már 16-án rohantam a Jánoshoz délután 4-re, hogy próbáljunk, mert tudtam én, hogy mi a szökő út. Hogy a munka az, amit, tehát hogy a munkába kell gyorsan visszabújni, nem mint hogyha engem veszélyeztetne a nagyképűség.